megkezdődött az oroszok újabb nagy ukrajnai inváziója. A háború első napjaihoz hasonló nagyon intenzív támadás indult az ukrán katonai és civil célpontok ellen. Vendégünk Demko Attila. Demko Attila tehát a vendégünk, és hát az alapállítás az az, hogy megkezdődött az orosz offenzíva, voltak éppen a mai napon, de valóban így történik-e, vagy egy tüzérségi tűz az, ami érte Ukrajnát nagy hatótávolságú rakétákkal, ugye az ukránok azt mondják, hogy 72, abból 62-t ők lelőttek, és nem több. Ekkora légicsapás érte már Ukrajnát, ugye az ukrán energetikai rendszer, tehát ez nem újdonság. Inkább a szárazföldi offenzíva az, vagy ami nem mondanám, hogy most indult meg, ma indult meg, napok óta folynak már komolyabb harcok több régióban, Kremlinában, Vuledár környékén, sőt hetek óta, hónapok óta Bakmutnál, de most egy komoly előretörés van Bakmutnál, tehát valószínűleg bekerítik Bakmutot, vagy kiürítik az ukránok a bekerítés előtt, illetve hát Szoledártól északra is jelentős sikereket értek el az oroszok. Az, hogy Bakmut elesik ukrán szempontból, az azt is jelenti, hogy az a régiót összeomlik? Nem jelenti azt, tehát ez csak a második védelmi vonal, tehát a legerősebb védelmi vonal a harmadik, aminek két fő központja, Szlovjanszk és Kramatorszk. Ez két jóval nagyobb város, és mind a kettő egy lakótelep város, tehát minden egyes tízemeletes ház egy erődítmény, egy vasbeton házak ezek. Nagyon nehéz ezekben előre haladni, ez szinte egyben öt város, még villamos is van a két város között. Itt látjuk is egyébként a térképen ezeket a területeket, amelyek szóba forgók. Igazából azt látszik, hogy nem nagyon változnak a fő csapásirányok. És miközben azt mondja az ukrán vezetés, hogy mondjuk Kijev is veszélyben lehet, azon közben ezek ugyanazok a rakétatámadások, amiket sajnos az elmúlt egy évben a kijeviek hozzászoktak. Ott, ami pirosos rész látszik a térkép jobb oldalán, nekünk jobb oldalán, nyilván az az, ami igazából a fontos területet jelenti most a háborúban. De ezek a fontos célpontok is? Hát ugye Kijev lett volna a legfontosabb, mert ha Kijevet megszerzik az oroszokat, politikai hatalmi központot szerzik meg, de erre reményük sincs ezzel az orosz haderővel, tehát 300-400 ezer emberrel, úgyhogy az csak Kijevre lenne talán elég. És akkor a front többi pontján nem lenne orosz katona, tehát ehhez nem elég nagy ez az orosz haderő. Most kizárólag a Donbaszban próbálkoznak, vannak Belarusban orosz csapatok, de azok inkább kiképzés alatt vannak, tehát nem várható nagy orosz támadás Kijev irányába. Nagy orosz támadás viszont ott a Donbaszban zajlik, és hát akkor ebből az következik, hogy talán elég lehet Putyinnak is a Donbaszban egy átütő nagy sikert elérni, és felmutatni, hogy az egyéves évfordulóra mégiscsak valamit el tudtak érni. Van olyan forgatókönyv ennek a háborúnak, ami azt mutatja, hogy van egy pont, amikor az oroszok képesek megállni? Hát szerintem az oroszoknak meg kell állniuk előbb-utóbb, tehát nem látom azt, hogy Oroszország vissza tudna térni mondjuk a Dnyeperen át Herszonba, vagy az, hogy a Donbasszon túl lehet, hogy egy kicsit, tehát a Donbaszt én mindig úgy láttam, hogy valószínűleg be tudják venni. Ez jóval lassabb annál, mint amit személyesen én prognosztizáltam. De a Donbasz azért közel van Oroszországhoz, rengeteg logisztikai előnyük van, és az orosz egyszerűen a tartalékok nagyobbak, mint az ukrán tartalékok. De az egész országra, vagy akár csak a Dnyeperig való előretörésre egyszerűen nem elég ez az orosz hadsereg. Tehát valószínűleg, ha beveszik a Donbaszt, akkor megpróbálnak majd tárgyalni, ugye a Donbasz hiányában, tehát és főleg a stratégiailag is, meg szimbolikusan is fontos, Szlovjansz hiányában nem fogják ezt abba hagyni. Az, hogy arról beszél Orbán Viktor, hogy mi a háborúval szemben a béke pártján állunk Magyarország, az feltételez egy olyan fegyverszünetet és békekötést, ami mind a két fél számára valamilyen formában elfogadható. Ukrajna nyilván a saját területét egy békekötés árán nem fogja átadni Oroszországnak, sem papíron, sem hadászatilag. Hogy lehet ennek vége? Hát úgy lehet vége, hogy nem fogadják el az ukránok ugyan a területi vesztességet papíron. De beletörődnek? Hát nézze, rövid távon, évtizedes távlatban is befagyhat egy határ, meddig volt az NDK meg az RSK két külön ország, most nyilván ez egy más helyzet, mert Oroszország szállja meg, de önmagában akkor mondanának le a területről, hogyha jogilag elfogadnák. Tehát lehet talán olyan formulát találni, amikor mind a két fél kimerült, amivel befagyasztható a háborút, a diplomáciának azért vannak trükkjei, azt mondani, hogy majd
10 év múlva, vagy 5 év múlva népszavazunk, azt mondani, hogy majd visszatérünk rá, tehát erre vannak példák, be lehet ezt a konfliktust fagyasztani, a kérdés az, hogy ez mikor történik meg, az biztos, hogy minél később történik meg, annál több lesz a halott, és annál nagyobb lesz a pusztítás. Tehát ha ez sikerül mondjuk a márciusi tárgyalásokon befagyasztani, és akkor arra volt esély, akkor ezt az elmúlt évnek a nagy részének a hihetetlen pusztítását nem láttuk volna. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy tényleg a diplomáciát kéne erőltetni. Az a kérdés, hogy a két fél mennyire kész erre. Hát most egyelőre nem látszik. Nem. Ugye? Viszont Ukrajnának fegyvereket ígérnek, tankokat ígérnek, sőt, hát ugye mi magyarok is kerülhetünk érdekes helyzetbe azzal a tagadással, hogy Magyarország nem ad tankot és fegyvert egyáltalán Ukrajnának, mert közben meg a németek azt mondják, hogy majd a Magyarországon gyártott tankok egy része kerül az ukránokhoz Magyarországon keresztül, mondják a németek. Hát ez valószínűleg nem lesz ilyen egyszerű. De időben érkeznek a tankok? Időben mehetnek a repülőgépek? Hát időben mire? Tehát, hogyha egy időben ilyen... mondjuk arra, hogy védekezni tudjon most a nagy csapással szemben, ami várható arra az oroszoktól, vagy időben arra, hogy visszaszerezzen területeket, amiket most elveszít. Attól függ, meddig tart a háború, hogy kapják meg a harckocsikat, hogy tudják kiképezni, mert nagyon hosszú válasz lenne, szerintem nem lesz döntő ez a harckocsi átadás, tehát nem fog egy olyan nagymértékű ukrán képességnövekedést hozni, mint a HIMARS meg a nyugati tüzérségnek a behozása. Nem látom ezt. Se a számok nem akkorák, se az összetétel nem olyan, tehát nem elég, és amit küldenek, az is egy vegyes felvágott, tehát most 3-4 féle nyugati harckocsi, meg a rossz vagy a szovjet típusok, ez nagyon nehezen fenntartható. Nehezebben még a tüzérségnél, és ugye a tüzérségnél általában legalább a lőszer ugyanaz. Itt még a lőszer sem van. Az orosz harckocsik mást használnak, a szovjet harckocsik mást használnak, a nyugatiak és a Challenger is más használ, mint a Leopard. Tehát nem bonyolult ez a történet. A vadászgépeknek 24 darab, tehát az nagyon kevés. Annál többet hogy tart fönn az ukrán fél? Tehát én azt látom, hogy a tüzérséget kéne talán erőltetni, ha még van, főleg Amerikában, mert az eddig nagyon komoly csapásokat tudott mérni az oroszokra. A harckocsi az nagyon jó eszköz, de tudni kell kezelni, nem egy harckocsit, hanem mint egy támadó éket, tehát együtt kell tudnia működni, ahhoz sok idő kell. Ha jól értettem az elején a szavait, akkor lehet, hogy ez egy nagy orosz offenzíva, de nem egy döntő offenzíva, mert az nincs benne egyik fél lehetőségeiben sem. Nem, az oroszoknak arra nincs elég erejük, hogy legyőzzék Ukrajnát, ennyi emberrel biztos, hogy nem. Az ukránoknak nincs elég arra elég erejük, hogy visszaverjék az oroszokat február 24-i határokig. A Krímről meg szerintem abszolút lemondhatnak. Ebben azért, meg katonailag nem tudják visszavenni, talán politikailag egy nap. Demko Attila, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hát mi folytatjuk más témával, persze, mint amit most itt hallottak, de nem egészen más témával, mint amivel az Egyenes Beszéd foglalkozott. Bodac Balázs lesz önökkel a következő órában. Szervusz Balázs. Meg az infláció, szervusz Egon. Jó estét kívánok a nézőknek. Igen, hát ez a fő gazdasági hír Magyarországon a mai napon, hogy több évtizedes csúcsot döntött ismét az infláció. Ezt hónapról hónapra elmondjuk. Az Európai Unióban már csökken az infláció hónapok óta, nálunk úgy tűnik, hogy még a csúcsot sem ért el, és az összevetésnek van egy másik része is, ami talán még beszédesebb. Az uniós átlaginflációnál 2,5-szer magasabb a magyar infláció, az eurozóna inflációjának pedig csak nem a háromszorosa. Szóval itt tartunk most, és ki tudja, hogy hol van még a vége. Beszélünk arról is, hogy az elhibázott brüsszeli szankciók tehetnek-e mindenről, vagy esetleg talán ennél egy kicsikét differenciáltabb a kép, és más okok is állhatnak-e a háttérben. Csaba László közgazdásszal, a CEU professzorával, Bot Péter Ákos közgazdász professzorral, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökével, és Dávid Ferenccel, a DK országgyűlési képviselőjével, a Gazdasági Bizottság alelnökével fogok mindenről beszélgetni. Tekintélyes vendégnévsor. Érdekes lesz, izgalmas lesz. Bodac Balázs, köszönöm az ajánlatot. Önöknek köszönöm a figyelmet. Hétfőn jön Györgyi majd. Én pedig jó hétvégét kívánok mindannyiuknak. Viszontlátásra.